Ez az a berendezés, amellyel egy ember teljes genetikai információkészletét fel tudják tárni a szakemberek. Ezt hasonlítják össze egy alapnak vett emberi génkészlettel. A különbségekből sok következtetést lehet levonni, mondja a molekuláris biológus. A teljes genetikai térképét meg tudjuk ezzel határozni, ami azt jelenti, hogy a betegségekre való hajlamát, illetve különböző ilyen fenotípus, tehát tulajdonságbeli dolgokat tudunk prediktálni csak a genetikai mintájában. Vagyis meg tudják jósolni a géntérkép alapján, hogy milyen betegségekre hajlamosabb a vizsgált ember. Ezt a személyre szabott gyógyításban használhatják, ahol például tumorok esetében indulhat hatékonyabb kezelés. Meg tudjuk állapítani jó esetben, hogy mely olyan genetikai variáns állhat esetleg a megbetegedések hátterében, amire már személyre szabott gyógyszert lehet adni. Természetesen ez mivel jár? Azzal jár, hogy akár nem lesz szükség, vagy nem annyira sugárkezelésre, vagy pedig kemoterápia. Tehát a szövődményeket tudjuk csökkenteni. Természetesen ez egyelőre nem helyettesíti a hagyományos módszereket, hanem azokat kiegészítve lehet használni őket. Ma már használnak ehhez hasonló módszert hazánkban is, de ott nem a teljes embert térképezik fel, hanem például az emlődaganat esetében két géntre figyelnek. A jövő az lenne, ha már újszülött korban elkészülne mindenki teljes géntérképe, mondja a szakember. Ez alapján lehetne célzott egészségügyi szűrésekkel időben észlelni a betegséget és gyógyítani. Ezt a bemutatott berendezést 800 millió forintért szerezte be a Pécsi Egyetem kutatóközpontja, amellyel két nap alatt 40 ember teljes genetikai hátterét lehet feltérképezni.